Jó, Brody, a szerkesztő nevében üzlöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Nagyon Öltán Imre. Mai vendégünk pedig Pindrok Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Üdvözlöm, köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! Múlt hét közepén hozta ki az Egyesült Államok Külügyminisztériuma az amerikai vállalatok befektetési döntéseit orientáló befektetés klíma állásfoglalásait, Investment Climate Statements, melyekre az amerikai külügy az egyes országokban működő amerikai nagykövetségek információira alapozva állít össze. Hozta le a Mandiner. Ugye itt azért Magyarországot elég negatív színbe tüntetik fel, és Németország irányából is egy erős gazdasági nyomást kérvényzett a szociáldemokrata párt. Felmerül a kérdés, hogy amikor az Európai Unió irányából is, Németország irányából is, és az Egyesült Államok irányából is ilyen erős gazdasági nyomás helyeződik Magyarországra, akkor milyen lehetőségei vannak a hazánknak? Hát az egy dolog, hogy politikai értelemben milyen nyomás helyeződik Magyarországra. Ez látható az Egyesült Államokban és Németországban is progresszív baloldali kormányok vannak hatalmon, akiknek nem tetszik Magyarország háború ellenes álláspontja, nem tetszik a társadalom politikája, a családpolitikája, a genderpolitika elutasítása, tehát politikai értelemben a migráns politikája Magyarországnak nem tetszik, ugye Németország és az Egyesült Államoknak sem. Tehát látszódik, hogy egy erőteljes politikai nyomás van Magyarországon, ez viszont nem egyenlő a gazdasági nyomással. Most ezt akarják átváltoztatni gazdasági nyomássá is Németországban, de ez azért nem most kezdődött el. Emlékeztetnék arra, hogy 2018-ban jelent meg egy izraeli labban egy cikk, méghozzá arról, hogy a TASZ volt vezetője Németország kormányánál lobbizik azért, akkor még nem szociáldemokrata kormány volt Németországban, akkor egy koalíciós jobboldali és baloldali kormány volt. Azért lobbizott, hogy Magyarországot a német üzleti szféra nyomja háttérbe, tehát ne fektessenek be Magyarországon, méghozzá a különféle társadalompolitikai lépések miatt. Tehát ez nem most kezdődött ez a folyamat, és látjuk, hogy az Európai Unióban az elmúlt 13 évben nagy politikai nyomás nehezedett Magyarországra, aminek kiinduló pontja is Németország volt. De mondom, hogy ez egy politikai nyomás. Az, hogy a gazdasági szereplők hogy reagálnak, hát láthatóan eddig sehogy sem reagáltak erre, mert Magyarországot is az üzleti szférájuknak tekintik, befektetésként jó célpont Magyarország, jó az üzleti környezet, bár láthatólag a politikai dimenzióban a politikusok, a baloldali progresszív politikusok mindent megtesznek azért, hogy ez a jelentés is, amire hivatkozott, erre már azért az amerikai nagykövet David Pressman keze nyoma azért nagyon jól látszódik, tehát mindent megtesznek azért, hogy ezt a jó környezetet politikai indokokkal kicsit negligálják. Tehát ne ajánlják az üzleti befektetésre Magyarországot, de mondom, hogy a gazdasági szereplők máshogy fogják föl ezt a helyzetet, mert hogy sok az amerikai befektető is Magyarországon, sok a német befektető is Magyarországon. Németország német cége, 2700 német cég működik Magyarországon, 220 ezer embernek adnak ők munkát, és az amerikaiak is nagyon sokan vannak Magyarországon, ők is 100 000-nyi nagyságban adnak munkát magyaroknak. Tehát az üzleti környezet minden politikai nyomás ellenére jó mind a német befektetők számára, mind az amerikai befektetők, és minden külföldi befektető számára. Schiffer Andrásnak volt az a válasz arra, hogy az Európai Unió még mindig nem kezdte el folyósítani a Magyarország számára jogosan járó pénzeket. Schiffer András azt mondta, hogy akkor Magyarországnak le kéne állni azzal, hogy befizetünk az Európai Unióba. Ön erről mit gondol? Schiffer András elméleti síkon vetette ezt fel, és láthatóan az ellenzéki politikai szereplők részéről, a baloldali politikai szereplők részéről, hát már most nem először vádolták árulással, tehát hogy a baloldalt elárulja,
és a kormány politikai álláspontját közvetíti. A kormány részéről ez nem vetődött föl. Schiffer András jogi szempontból közelítette meg kölcsönösségi alapon ezt elvi kérdésként ezt a témát, de valóban józan paraszti észre is elgondolhatjuk azt, hogyha ami jár nekünk, az Európai Bizottság különféle jogi, alapjogi, meg különböző jogi köntösbe bújtatott politikai támadásokon keresztül nem fizeti ki ezeket a Magyarországnak járó pénzeket, akkor felmerül az, hogy Magyarország, mint befizető, miért járul hozzá az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió működéséhez. De szerintem ez a vita így sehova nem vezet. Az Európai Unióban jövőre választások lesznek, és bizakodjunk abban, és szerintem az európai polgárok felelőssége is az, látva az elmúlt időszak különféle európai bizottsági döntéseit, a szankciókat ideértve, a különböző válságokra adott rossz, elhibázott válaszokat figyelembe véve, a jövőre a választók jó választ adnak, és más irányba terelik az Európai Unió politikáját. Szerintem maradjunk ezen a talapzaton egyelőre, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Az Egyesült Államok külügyminisztériumának jelentése szerint az is probléma, hogy idézem, a magyar kormány igazságtalanul részesíti előnyben a hazai tulajdont a külföldi befektetők kárára. Hogy egy történelmi analógiával éljek, ugye amikor az Egyesült Államok függetlenségi háborút hirdetett, akkor ugye az is probléma volt nekik, hogy Nagy-Britannia teljes gazdasági befolyást gyakorolt az Egyesült Államok területén, ugye a bosztoni tea délutánosan a kelet-indiai társaságnak a teáit szórták ki. Az Egyesült Államoknak egyébként az a célja, hogy ahogy Nagy-Britannia őket, ők úgyis Magyarországot gyarmati státuszba süllyesszék? Hát, több dimenziós ez a kérdés is, mert ugye sokan felteszik azt a kérdést, vagy megállapítják egy-egy milliómostól, milliárdostól, csak azt ne kérdez, hogy az első millióját hogy szerezte. Hát igen, az Egyesült Államokban is már a feledésbe merült az, hogy a saját piacaikat védve alakult meg ez a szövetségi rendszer. A briteket és a franciákat is kiszorították, nem csak katonai értelemben, hanem üzleti értelemben is. De hát ez már a régmúlt köde, ugye most ezeknek a progresszív baloldali kormányon lévő politikusoknak ezt hiába is magyaráznánk, főleg az eltörlés kultúráját, hogyha számba vesszük, akkor ugye már a múlt nem is létezik, ez nem volt. Igen, ezt, de Nyugat-Európára is érthetnénk, hiszen Nyugat-Európában csak a kiskereskedelmi láncokat, áruházláncokat figyelembe véve, aki utazik, és látja Franciaországot vagy Németországot, hogy ott mi a helyzet, hát nem sok külföldi üzletlánc van Franciaországban, kiskereskedelmi bolti hálózat, Franciaországban vagy Németországban, vagy Ausztriában például. Azok az üzletláncok, amik ott őshonosak, most mondhatnék egy-két nevet, ami Magyarországon ismert, azok itt vannak Magyarországon, és 80%-ban lefedik a magyar piacot például. Tehát az ő államaiknak az üzletpolitikája, vagy a saját piacaik védelme, az fontos a számukra, de hogyha egy magyar kormány így gondolkodik, akkor rögtön negligálják ezt az álláspontot, és azt mondják, igaz, hogy most az amerikai jelentést idézett, de ez az Európai Unióban is ugyanez az álláspont, azt mondják, hogy a magyar kormány hátrányba kerül a magyar kormány politikája miatt a külföldi befektetések. Ez nem így van, hiszen csúcsot döntenek a külföldi befektetések Magyarországon, de minden állam megszabja azt, hogy milyen keretek között működjenek, és egy-egy stratégiai ágazatban milyen nagyságú lehet a külföldi tulajdon aránya. De nem csak a stratégiai ágazatokban, hanem azokban az ágazatokban, ahol az emberek minden nap találkoznak különféle árucikkekkel. Hát minden országnak az a lényege, meg az a működésének az alapja, hogy a saját állampolgárai munkához jussanak, és a saját termékeiket megtervelve a piacon például, vagy az üzleti szférában, azt itt adózzanak, és a magyar állam
ezt az adóforintok, ezeket az adóforintokat magyar állampolgárokra költse. Ez teljesen józan megközelítés, nem csak Magyarországon, Nyugat-Európában, de az Egyesült Államokban ugyanígy. Hát az elmúlt időszak Egyesült Államokbeli politikáját nézve, a saját piacaik védelme a lényege a politikájuknak, a gazdaságpolitikájuknak, amit egyébként a Biden kormányzat is folytatott Trump után. Tehát a kínaiak kiszorítása ezért is folyik. Hát most már egy világviszonylatban egyre nagyobb válságot láthatunk. Ez a gazdasági háború már zajlik. Tehát teljesen értetetlen ez az amerikai hivatalos jelentés, hogy a magyar üzleti életről, meg gazdasági kondíciókról, hiszen az Egyesült Államok ugyanazt folytatja, amit most rajtunk számunk ér. Furcsa, nem? Szerintem furcsa. Hát abszolút. Ugye így bégzik egyébként a magyar kormányt fasisztának, ugye szélső jobb oldalának, miközben igazából ugyanazt csináljuk, amit egy normális, csak ugye mi nem vagyunk akkora nagy katalom, mint például az Egyesült Államok. Hát, sajnos nem. Igen, ez így van. Ezt be kell látnunk, és el kell fogadnunk. Igen. Ugye amiket ez a jelentés vádként felhoz, például a korrupció, ezek valójában tényleg zavarják a különböző cégeket, illetve az Egyesült Államokat, vagy más forgatókönyv, és már megvolt az ítélet, és ahhoz válogatták a különböző vádpontokat, mint egy koncepciós perben? Én emlékszem 2013-2014 tájára, arra az időszakra, amikor az amerikai nagykövetség, ugye ez az Obama adminisztráció, ugyancsak egy baloldali demokrata kormány volt hatalmon az Egyesült Államokban, és volt itt egy ügyvivő Magyarországon, nem nagykövet volt, nem nagyköveti státuszban. Egy ügyvivő ugyanolyan politikai aktorként viselkedett, mint most David Pressman, aki nagykövetként egyfajta ilyen progresszív politikai aktivista és másodállásban nagykövet Magyarországon. Tehát ugyanabban az idő, arról az időszakról beszélünk, amikor a kitiltások, lehet, hogy a hallgatók emlékeznek még erre, remélem nem veszik ez a múlt ködébe. Kitiltási botrány volt Magyarország és az Egyesült Államok között, és akkor Charles Gatti-ra emlékszem, hogy Magyarországra látogatott, ugye ő egy magyar származású amerikai politológus, aki a demokrata holdudvarhoz tartozik, és akkor azt mondta az egyik előadásán, hogy ez egy kiváló dolog, hogy a korrupciót az Egyesült Államok megtalálta, Magyarországra tudja aggatni, most nem szó szerint idézem, csak a tartalmát a mondandójának, mert hogy ez egy politikai termék, a korrupció lehet negatívan befolyásolni a magyar kormányról kialakított képet, hogyha egy ilyen politikai terméket, a korrupciót val megbélyegezzük a magyar kormányt, és ezt bármikor elő lehet venni. Na most ugyanezt folytatják az Európai Unióban, és az Egyesült Államokban is, hogy korrupcióval vádolják a magyar kormányt. Az az Európai Unió, ahol rendszer szintű a korrupció, a baloldali korrupció, láthattuk Eva Kaili ügyét, az elmúlt hónapok tele voltak ezzel a botránnyal a sajtóban, tele volt a sajtó ezzel a botránnyal, de elérte ugye az Európai Bizottságot is a korrupció, idézem csak az SMS-ben megkötött vakcinabeszerzést Ursula von der Leyen részéről, amit elsikálnak. Tehát azok vádolnak minket korrupcióval, ahol dühöng a korrupció. Ez egy kiváló politikai termék, egy megbélyegzés, amivel negatív képet lehet kialakítani a magyar kormányról. Természetesen mindenhol létezik korrupció, ezt kár tagadni, Magyarországon is van, de ez a bűnüldöző szervek feladata felderíteni a korrupciót és megbüntetni a vétkeseket, ami Magyarországon is zajlik. Ugyanolyan szinten, semmivel sem nagyobb Magyarországon a korrupció mértéke, mint Európában bárhol, vagy az Egyesült Államokban. Ugye a jelentés még beszámol arról, hogy milyen negatív az, hogy Magyarország a külföldi cégeket különadóval sújtja. Egyébként, ha ezt Európa szintre vetítjük, akkor ez precedens nélkül, és csak Magyarországon van ez, hogy különadóval sújtjuk a külföldi cégeket? Hát van máshol is különadó természetesen, és egy válság időszakban a kormányok ehhez nyúlnak, ez az intézkedéshez.
de nem csak külföldi cégek fizetnek külön adót. Tehát ez egy teljes félretájékoztatása az amerikai üzleti közvéleménynek, meg a befektetőknek, hiszen a MOL is fizet külön adót, sőt, úgy emlékszem, hogy a legnagyobb mértékben az energiaszektor fizet, és abból a MOL, ami magyar cég, fizeti a legnagyobb különadót. Tehát, hogy ez egy ilyen sima hazugság az amerikaiak részéről, a baloldali amerikai kormányzat részéről. Máshol is van különadó, mondom, válságok idején ez bevett szokás. Magyarországon is egyébként 2010 után volt különadó, sőt, 2010 előtt is volt különadó, csak erre ugye a bal oldalon már nem szívesen emlékeznek. Tudjuk, hogy a világban növekszik a kínai befolyás, hogy láttuk, Kína kibiktette Szaúd-Arábiát, illetve Iránt, két ellentétes vallásirányzat két képviselőjét. Látjuk azt, hogy a kínai egyvezet egy út, az hogyan terjed a világban. Az USA-ban Kissinger idején volt egy realista külpolitikai iskola, ami tényleg az Egyesült Államok nagyhatalmi érdekét szolgálták. Most inkább egy ilyen ideológia ügyek mentén politizáló külpolitikát láthatunk. Magyarország számára egy kínai alternatíva jobb lenne-e, illetve az USA részéről pedig az kívánkozik ki, hogy képesek lennének-e feláldozni Magyarországot ideológiai ügyek miatt? Szerintem a kérdés nem így merül fel Magyarország számára. Magyarország számára úgy merül fel a kérdés, hogy a tömbösödést el kell kerülni. Tehát az, hogy egy kétpólusú világ alakuljon ki, és határvonal teremtődjön, vagy ide kell tartozni, vagy oda kell. Magyarország egy tranzitország kereskedelmi szempontból is. Európa közepén vagyunk. Hát a közép az azt jelenti, hogy kelet felé és nyugat felé is vannak kapcsolataink. De ez nem újdonság, hát a történelemben mindig is így voltunk ezzel. Nekünk nem lehet azt mondani, hogy csak a nyugattal kereskedjünk, vagy ápoljunk jó kapcsolatokat, mert nem éri meg csak a nyugattal, hiszen kelettel is kell ugyanezt folytatnunk. Látjuk, hogy a kelet emelkedett az elmúlt 30-40 évben, egyébként az Egyesült Államoknak köszönhetően is, hiszen Kínát, már idézett Kissinger, volt külügyminiszter, nemzetbiztonsági főtanácsadó, tárgyalásai következtében a Nixon kormányzat kiengedte abból a karanténból, amiben a korábbi elnökök, meg a korábbi amerikai politika bezárta. Tehát az az üzleti modell, meg az az üzleti emelkedés, hogy egy kommunista ország egyfajta piacgazdaságot teremtsen, és egyfajta kapitalista politikát teremtsen meg, az az amerikaiakon is múlt, és hogy tudjanak kereskedni a világgal, az amerikaiak kiengedték őket a karanténból. Ezt ugye Orbán Viktor a tusványosi erőadásán is célzott erre, meg utalt rá, hogy hát ez egy történelmi cselekedet volt, és nem biztos, hogy ezzel az Egyesült Államok hosszú távon jó járt. Hát látjuk, hogy Kína felemelkedése az gyors ütemben zajlott, 30 év alatt, 40 év alatt hozták be azt az elmaradást, amit Európa 400-500 éven keresztül épített. Tehát nekik elég volt erre 40 év, hogy felzárkózzanak a világhoz, sőt, meg is előzzék a világot. De Magyarország érdeke az, hogy mindenkivel jó kapcsolatot ápoljunk, ezért a keleti nyitás politikája is sikeres az elmúlt 10 évben, láthattuk, példákat tudnánk hozni. Tehát a legrosszabb dolog, hogyha bezárjuk magunkat, és csak a nyugattal ápolnánk jó kapcsolatokat. Egyébként ez már nem is lehetne ezt megtenni, hiszen a hidegháború folyamán természetesen most utaltunk ugye Kínára és a Kissinger politikájára, meg a jobboldali republikánus kormányok, amerikai kormányok keleti politikájára, de az hidegháborúig nem volt az a globális kereskedelem, mint ami a hidegháború után kialakult. Tehát azok a kereskedelmi láncok, azok a kereskedelmi kapcsolatok, azok a gazdasági kapcsolatok kelet és nyugat között nem voltak meg, mint ahogy a hidegháború után kialakultak. Tehát egy olyan szembenállás, egy olyan elzárkózás, ami mondjuk a hidegháborúig jellemezte a világot, a hidegháború után már értelmezhetetlen. Látjuk azt, hogy az amerikai chipgyártók, például az amerikai kormány korlátozni kívánja a Kínának szállított csipek terén.
a legújabb, legmodernebb technikáról beszélünk. Ezek a csípgyártók lázadnak ez ellen a baloldali kormányzati lépés ellen, és azt mondják, hogy teljesen, hát hogy lehet ilyet hozni, hiszen Kína a legnagyobb piacuk, hát ezzel megölik, hiába támogatják otthon a csípgyártást, vagy ezt a technológiát több 10 milliárd dollárral, 52 milliárd dollárról van szó, a Biden kormányzat, hogy nagyon sok ilyen gyárat kell építeni, hogyha a termékeiket a legnagyobb felvevő piac nem fogja megvenni, mert hogy kereskedelmi háború alakul ki Kína és az Egyesült Államok között. Tehát teljesen értelmezhetetlen a mai világban ez a politizálás, és Magyarország ebben is a normális álláspontot képviseli, az, hogy el kell utasítani a tömbösödést, és nem kell beszállni ebbe a zsákutcába, mert ez zsákutca. Ez egyértelműen látszik, és az amerikai üzleti szereplők is látják. Úgy látszik, a kormányzat nem látja ezt. Az amerikai kormányzat. És az is kijelenthető, hogy igazából az orosz-ukrán háború miatt az Egyesült Államok szinte az egész orosz piacot is elveszítette, és hogyha jövőre Donald Trump megnyerni a választásokat, akkor ön szerint ez a kép mennyire alakulna át? Hát teljesen más politikát hozott Trump kormányzata, azt láthattuk, amikor hatalmon volt. Persze a Kína politikában azért ő is egy erős vonalat vitt, de háború nem volt az ő idején. Tehát az Egyesült Államok nem támogatott semmilyen proxy háborúban sem vett részt, sőt, Európából ki akarták vonni az amerikai csapatokat, emlékezhetünk, de több példát is lehetne erre is hozni. Hogyha Trump kerülne, az még egy nagy kérdés, hogy Trump el tud-e indulni a választásokon, ő el akar indulni, láthatjuk, hogy a baloldali amerikai kormányzat mindennek tesz azért, hogy Trump ne induljon el, különféle vád emelések formájában. Tehát egy demokráciában ez értelmezhetetlen, hogy az egyik jelölt ellen, egyik leendő jelölt ellen ilyen kortes hadjáratot visznek méghozzá állami szinten. Tehát, hogy demokráciáról beszélünk-e, felmerül már ilyenkor a kérdés. De hogyha a Trump kormányozna, akkor, vagy kormányzott volna, és folytatja a mostani ciklusban is a politikáját, akkor bizonyosan nem lett volna ukrán-orosz háború, hiszen ezt meg lehetett volna előzni egy erőteljes beavatkozással, politikai beavatkozással, és ezt Trump megtette volna. Hát, ha Trump elindul és megnyeri a választásokat, akkor bizonyosan ennek a háborúnak is vége szakad, és ez jó hír lenne Magyarország és az egész európai, meg a világ közvéleménye számára mindenféle szempontból, gazdasági, emberi szempontból is természetesen. Tehát még egyelőre nem látjuk, hogy mi lesz Amerikában. Ez még a nagy kérdés. Ugye a másik ilyen új befutónak tűnő személy a demokrata pártból érkezett, ugye RFK Jr., az ifjabb Kennedy. Mit gondol, igen, ő is hasonlóan az Egyesült Államokat tenni az első helyre, mint Donald Trump, és egy hasonló külpolitikát folytatna, vagy ő is beállna a demokrata párt ezen ideológiai megfontolások által vezérelt külpolitikájába? Hát a fiatal Kennedy részéről, a Kennedy dinasztia egyik tagja részéről háború ellenes nyilatkozatok voltak az elmúlt időszakban, tehát látható, hogy ő sem támogatná azt a politikát, azt a proxy háborút, amit az Egyesült Államok folytat Oroszország ellen. Bizakodjunk benne, hogy a normalitás a demokrata párton belül is azért győzedelmeskedni tud. Joe Biden életkorából adódóan, bár most ugye azt mondják róla, hogy el fog indulni a demokrata elnök választáson, ez még azért nem annyira biztos dolog, főleg, hogy a családi ügyeket, a fia ügyeit is borcső alá vesszük, nem tudjuk, hogy azokból mi lesz, tehát hogy meddig jutnak az amerikai bíróságokon igazságszolgáltatás a labirintuson keresztül, de még egyáltalán nem biztos, hogy Joe Biden fog indulni. Persze az sem biztos, hogy az ifjabb Kennedy, még azért messze van ez az elnökválasztás, jövő novemberben, addig még sok minden történhet a demokrata párton belül is. Pindrok Tamásnak köszönjük, hogy fogadta a hívásunkat, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra.